Megérkeztek az első fecskék az Ürgemezei strandra, és velük együtt remélhetőleg a jó idő is. A Mezőföldvíz Kft. A június 1-i nyitásra elvégezte a beüzemeléshez szükséges munkálatokat, a tisztasági festést, a szivattyú karbantartását és üzembe helyezését, elrendezték a zöld felületeket, a strand focipálya homokos területét, kitakarították és elrendezték a medenceteret és a napozó felületeket. A bérletárak minimálisan növekedtek, annyi változás, a nyitvatartásban nincs változás, viszont a reggeli úszó jegy az összevonásra került, nincs felnőtt és gyerek, nincs bérlet, hanem egyedi alkalom 500 forint per alkalom. A strand a megszokott nyitvatartás szerint 9 és 20 óra között várja a látogatókat, az úszójegy pedig reggel 6 és 8 óra között vehető igénybe. A jelenleg érvényben lévő központi szabályozás szerint a létesítmény csak védettséget igazoló kártyával látogatható, a 18 év alattiak csak védettségi igazolvánnyal vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében léphetnek be a strand területére. Nincs létszámkorlátozást, tehát ami az üzemeltetési engedélyben szerepel, az teljes kihasználtsággal tudunk üzemeltetni, működni. A beléptetéskor mindenki kap egy általános tájékoztatót, amely a strandlátogatásra jellemző és általános higiéniás szabályokon túl felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy tartsák be a megfelelő távolságot, és az ivókutakat kulaccsal vagy pohárral vegyék igénybe. A mostani hőmérséklet még nem mondható kifejezetten strandidőnek, azonban a meteorológusok szerint a hétvégére újabb felmelegedés várható. A hőmérő higanyszála akár a 27-28 fokot is elérheti, úgyhogy aki teheti, az látogasson ki a Paksi Ürgemezei strandra.